Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Árpinak hívnak, és itt van velem Újvári Ádám, a Ferrus Rupus vezetője és a Magyar Buhurt Szövetség kapitánya, és Bányai Ádám Ádi, a Ferrus Rupus egyik vívója és a Magyar Buhurt Szövetség egyik tagja. Sziasztok! Mi az a buhurt? Sziasztok, én Újvári Ádám vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a buhurtot a legjobban úgy lehet körülírni, hogy az egyfajta modern küzdősport, ami eszméletlen sok szálon kötődik ahhoz a, hát hívjuk szórakozásnak, amit annó a középkorban a lovagok csináltak. Tehát ezt az egészet úgy kell elképzelni, mint hogyha egy lovagi tornát fognánk, és levennénk róla ezeket a nagyon az összes csallangot, meghagynánk magát azt, hogy lovagok küzdenek páncélban egymás ellen, és ezt minél közelebb hoznánk a mai kornak az elvárásaihoz. Tehát olyan szabályokat használunk, olyan megkötéseket használunk, amivel ezt biztonságosan lehet csinálni, de mégis teljesen hozza azt a feelinget, amit egy középkori lovagi torna hozna, de mellette a versenyzők számára pedig hozza azt, amit egy küzdősporttól elvár az ember, tehát a versenyhelyzetet, a komolyságát, hogy komolyan van véve, hogy sportértéke van, tehát a jobb győz, hát ezeket hozza. Ha így külsőre kéne elmondom, hogy hogy kell ezt elképzelni, akkor mint hogyha fognánk egy hagyományőrző vívót, mondjuk egy lovagod megjelenítő karaktert, kicsit így fölturbóznánk a páncélját, adnánk a kezébe egy komolyabb fegyvert, és mondjuk ezekből a lovagokból összeengednénk egy pályán, mit tudom én, tizet, hogy addig kell küzdeniük, amíg a másik csapatot teljesen le nem győzik. Ebből így tudnám összefoglalni egy teljesen kezdő számára, vagy egy teljesen külsős számára, hogy mi az a buhurt. Na most persze ennél ez sokkal összetettebb, meg sokkal több rétege van, de talán így érthető a legjobban. Ha magára az etimológiájára vagy kíváncsi, akkor egyébként ez egy francia szó, ez a béhurd eredetileg, de a középkorban sokkal inkább a mélét használták, ami közelharci küzdelmet jelent leginkább. Hogyha sokan játszanak itt különböző PC játékokkal vagy szerepjátékokkal, ugye a mélé az egy alapszó arra, hogy valaki közelharci típusú karakter. Ez egy az egyben onnan van egyébként. Igen. A buhurt, vagy a béhurt, az meg a lovagi tornáknak konkrétan az a része volt, amikor nem ez a klasszikus kopjatörés van, hanem ugyanúgy úgy lovon ültek, de viszont ez egy ilyen csoportos összecsapás volt. Tehát nem egy lovat küzdött igen. Egy másikkal, így van. És ugye azért ragadt rá az egészre, amit csinálunk, hogy buhurt, vagy azért kezdték el annak a 90-es években így hívni, mert hogy itt is a fő szerep, a legnagyobb látványosság az, amikor több a több elleni küzdelem van, és akkor adta magát, hogy akkor hívjuk mi is úgy, hogy buhurt, vagy hát legalábbis nem mi, hanem azok a orosz és ukrán úri emberek, akik ezt annó elkezdték. Az első ilyen nagyobb hadijátékok Angliában, Franciaországban, ugye a 12. század környékén jelentek meg, mondjuk az egyik leghíresebb ilyen viador, vagy küzdő, vagy hős, aki itt szerzett magának nevet, például William Marshall volt. Sok filmben vagy könyvben találkozhattok vele. Na most akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy lovagi tornát. Tehát egy ilyen egész napos hadijáték, igen, ahol igazából tehát nem volt egy ilyen rövid eleje és vége, hogy most elindult, és akkor egy perc múlva már mindenkit legyőztek, hanem ez egy konkrétan egy ilyen napos játék volt régen. És akkor lóról? Vagy nekem a lovagi tornához a ló jut először eszembe? Vagy vannak-e különböző változatok? Eredeti verziójában ez lovon indult, és gyalogosan is folytathatódott. Így szóval van. Tehát ott ugye az nagyon összetett volt. Igen, az volt a lényeg, hogy kvázi fogjul kellett ejteni, ártalmatlanná kellett tenni az ellenfél lovagjait. Tehát nem ott ért véget, hogy mondjuk a kopjával összecsattantak és lelökték a lóról, hanem ott még ártalmatlanítani is kellett. Na most ugye ez, ha megnézzük a mi modern buhurtunkat, ez leginkább ott jelenik meg mondjuk egy ilyen csapatos összecsapásnál, mikor lekerül a földre az ellenfél. Tehát képtelen tovább harcolni állva és lekerül a földre. Értem szemű, ott ők élesben a konkrét igazi csatára készültek, tehát ez egy kicsit ilyen csata szimuláció volt,
ezért őket sokkal tovább vitték, de mondjuk egy középkori nemeshez képest mi mondjuk nem engedhetjük meg azt, hogy mondjuk egy komolyabb torna után másnap nem menjünk be a munkahelyünkre. A modern formáját, ha nézzük azt, hogy most mit jelent az, hogy Buhurt, akkor azért azt meg kell jegyezni, hogy itt is ketté válik a dolog. Tehát vannak ezek a klasszikus tornák, ami külsőségeiben is hozza egy ilyen lovagi tornának a megjelenését, tehát olyan karámot használunk, különböző sátrak vannak verve, a nem harcoló résztvevők is mondjuk amennyire tudnak autentikusan vannak beöltözve, tehát mondjuk ez jellemzi általában az ilyen tipikusabb nyári tornákat, de mellette viszont megvan az a része is ennek az egésznek, ami meg teljesen úgy néz ki, mint mondjuk egy modern küzdősport gála, ami nem az a lényeg, hogy most a milliót bemutassa, hanem teljesen le van csupaszít, van egy ring, általában ezek ugye gála meccsek is, tehát egy harcos küzd egy másik ellen, egy hosszabb meccsen, de ezt ugyanúgy kell képzelni, mint egy boxgálát, vagy egy ketrecharc gálát. Ott egyáltalán nincsenek meg ezek a középkori külsőségek, csak magukon a felszerelés, amit használnak az adott harcosok. Nekem pont a napokban jött szembe egy videó egy döntőről, egy lengyel-amerikai döntő volt, Buhurt döntő. Ott az egy nagy stadion volt, tehát körbe lelátó, látszódott, hogy alapvetően nem erre van kiképezve, de egy nagy téglalap vagy négyzet alakú karámban talán 16-16 talpig felfegyverzett lovag esett egymásnak. Amit láttam én is, az volt egyrészt, hogy tényleg olyan, mint egy gála, tehát ez egy családos program. A másik, hogy eléggé keményen nem finomkodnak, vagy nem finomkodtok egymással, hanem tényleg kardokkal, tényleg más fegyverekkel ütik egymást a résztvevők. Jól láttam, hogy amikor földre kerültek, akkor ért véget a dolog. Hogy van ennek a szabálya, hogyha leír a lábadon kívül bármi más, akkor estél ki, vagy van-e kőbevésett szabálya egyáltalán? Közel jársz. Igen, ez egy csoportos menet volt, több csapatos játék is van. Korábban még voltak 5 az 5 ellenek, aztán később lett 12 a 12 ellen is, mind a kettő is megjelenik a mai napig is, aztán volt 21 a 21 ellen. Ha jól emlékszem, akkor most már 5 az 5 ellen van, 12 a 12 ellen és 30-30 ellen, valamint a nagyon nagy, a finálé játék, ahol több ország is játszik egy csapatban, az a 150 a 150 ellen. Ez a csoportos játék, és nagyon közel voltál a szabályokhoz, mert valóban az a játéknak a lényeg, hogy minél több ember... Ne hívjuk már játéknak. Ez egy játék, végül is egy torna, úgyhogy ne veszek. Jó, de mégis, tehát, hogy nekem egy picit a játék egy kicsit ilyen lealacsonyító. Akkor egy meccs végül is. Szerintem nem alacsonyít le, de valóban ez a lényege, hogy bármilyen testrésze, ami nem a talpa az ellenfél játékosának, bármelyik testrészével, hogyha megérinti a földet, akkor kiesik, és az összes ellenfelet le kell vinni földre, vagy minél többet. Hogyha már csak egy marad, és a te csapatodból mindenki fent van, akkor automatikusan ti nyertétek azt az egy menetet. De ez a csoportos játék. Ugyanakkor magának ennek az egész Buhurtnak, vagy inkább HMB-nek, ami Historical Medieval Battle-t rövidít, vannak külön száma is, vannak 1v1 kategóriá is. Ebből körülbelül 8-at tudunk külön választani. Van 4 testsúly szerinti, ilyen profile. Ez legjobban a ketrec harcra vagy MMA-ra hasonlít, hiszen itt nem csak magával a letompított fegyverrel lehet pontokat bevinni, hanem ugyanúgy lehet gáncsolni, rúgni, pajzsal ütni. Van és a földön sincs vége, bocsánat, igen. Még azt tenném hozzá, hogy ez a földön sem ér véget, tehát ha lekerülsz, téged ugyanúgy támadhatnak, és te ugyanúgy visszatámadhatsz, megpróbáltad az ellenfeledet is levinni a földre, vagy fölállni belőle, tehát ezért emeljük ki ezt, mert gyakorlatilag ez a kategóriáknak a királya. Igen, és van még ezen kívül 4, az pedig párbajverseny, amit mi párbajnak fordítunk magyarul, ez pedig fegyverek szerint van szétosztva, mondjuk alabárd az alabárd ellen, hosszú kard ellen, és így tovább. Viszont ugyanakkor ez is túlesett ezen az erős modernizáción, úgy értve, hogy már időre van, tényleg stopperrel mérik, hogy lemenjen az a másfél perc, amíg megy a meccs, nem olyan kötetlen, mint régen, elég érezhetően formálta már a 21. század ezt a játékot. És visszatérve még, amit kérdezte, hogy akkor tényleg ütjük egymást, meg tényleg komoly fegyverek,
maga az, hogy valaki lekerüljön a földre, tehát az ellenfél harcosa, játékosa, akkor már játékról beszéltünk, ugye kiessem, ugye ezt el lehet azzal is élni, hogy egy jól kivitelezett technikával mondjuk elgáncsoljuk, lerántjuk, kiúzzuk a lábát, de pontosan azért vannak ezek a fegyverek is, mert ezt azzal is el lehet érni, hogy mondjuk olyan erőjű ütést kap, aminek hatására vagy úgy dönt, hogy inkább lemegy, mert ebből nem kér még egyet, vagy mondjuk úgy meglöki őt az ütés, vagy úgy betalál egy olyan helyre, amit mondjuk kevésbé védett a páncél, hogy emiatt megy le a földre. Tehát nagyon fontos, hogy lehet, hogy első látásra semmi másról nem szól, csak hogy iszonyat nagy erővel ütjük, vágjuk egymást, de mögött nagyon komoly technikai tudás áll. Ezekben a páncélokban eszméletlen nehéz olyan találatot bevinni, amit úgy ténylegesen jobban meg is érez az ember. Ez annak köszönhető, hogy a fegyverek le vannak tompítva, ezt Ádinak a elejtett félmondatából derítettem ki. Tehát ez ugyanígy nézett ki mondjuk a 14. században is egy ilyen küzdelem? Amit tudunk, hogy voltak olyan tornák, amikor szintén tompa fegyvereket használtak. Tehát le volt kerekítve, nem volt hegye, nem volt éle. Viszont vannak olyan fegyverek, amiket úgy használunk, hogy Isten igazából túl sokat nem tudunk rajta lekerekíteni. Tehát egy buzogány az szinte majdnem ugyanúgy néz ki, mint egy korabeli buzogány, mondjuk egy ilyen gerezdes. Ami más, hogy valószínűleg egy torna ugyanígy nézhetett ki egy gyalogos része. Tehát ott se az volt a cél, hogy sérülést okozzanak, sem az, hogy túl gyorsan vége legyen, hiszen ugye egyrészt ott is le kellett nyűgözni a különböző nemeseket, akik nézték ezt a küzdelmet, meg ugye nekik is jó volt, hogy fölkészülnek egy sokkal komolyabb összecsapásra. Tehát valószínűleg náluk is ugyanez volt, hogy valamennyi találatot számoltak, minél több találatot kellett bevinni, vagy éppen addig kellett harcolni, amíg bírtak, és kibírta tovább. Tehát valószínűleg így zajlott ez régen is. Az, hogy mi ennyire jól bírjuk, ez azért is van, mert ezek a páncélok, amiket használunk, ezek szinte mindegyik egy picit tovább van fejlesztve, mint ami eredetileg volt. Tehát a sisakok sokkal jobban védenek, a kesztyűk sokkal jobban védenek, a páncél minősége más, mint egy korabeli volt, de ezek ugyanúgy acélfegyverek, meg acélpáncélok természetesen, de mégis a mi szabályaink szerint vannak kitalálva. Igazából egy lovagi tornát modelleztek alapvetően, vagy azt játszátok újra 21. századi szabályok szerint? Igen, ez így elmondható. Igen. Van arra forrás, hogy milyen szabályai voltak egy lovagi tornának a lovakkorban? Igen, van. Nagyon különbözik ez attól, hogy melyik régióról beszélünk, illetve hogy mikor. Említettük itt a fegyvereket is, hogy tompa fegyvereket. Olyan játékokról is tudunk, ahol fakarddal vagy bálna szilával, ugye ez ami a fogát helyettesíti a bálnának, küzdöttek meg, mert hiszen az is tompa volt, és azzal is lehet ez egyébként elég nagyot ütni. Tehát nagyon-nagyon vegyes szabályokról és játékverziókról tudunk. A legutolsó lovagi tornát egyébként már nem is a középkorban, hanem a modern korban rendezték meg Bécsben, azt hiszem, az 1800-as években, Ádám. Igen, nekem emlik. Igen, tehát igazából nagyon-nagyon sokfajta és nagyon széles felszerelésekkel is olvashatunk mindenféle játékról. Tehát nagyon különböző vértekről tudunk, hiszen ugye nem csak csataterekről kerültek elő páncélok vagy sírokból, de nagyon szép ábrázolásaink vannak, illetve megmaradt darabok is ténylegesen lovagi tornára készült vértekről, főleg kopjatörésről maradtak meg. És ami az érdekes, hogy bélések is maradtak, ez az egyik legfőbb eleme a vérteknek, a fém páncél alatt viselt párnázott öltözet. Például az egyik legjobb ilyen sisakbélés, amire alig-alig van leletünk, meg leírásunk, ábrázolásunk, pont Németországból került elő, és igazából ez egy tökéletes példája annak, hogy nézett ki valójában egy ilyen sisak alatti bélés. Igazából úgy néz ki, mint egy ilyen űrhajós alá sapka, vagy egy ilyen tankvezetőknek a fejbélése. Na mindegy, ami a lényeges, csak hogy buhurtban használt aláöltözetek is általában kicsit vastagabbak, mint amilyenek voltak, illetve valószínűsítjük, hogy a tornákra viselt párnázott viseletek is vastagabbak voltak általában,
Ugyanakkor, amit mi használunk ebben a játékban, nem csak tornavértek, hanem különböző hadszínterekről is erőkerültek. Ilyenek például a Visby brigandinok. Ezek alapvetően ilyen gyalogsági, több lemezből összeállított mell- és hátvértek voltak. Ezek elsősorban nem lovagi tornára voltak, viszont erre a játékra, amit mi csinálunk, kiválóan alkalmasak. Tehát itt is egy kicsit vegyítjük magukat, nem is feltétlenül a korszakokat, hanem inkább a funkcióját a vérteknek. Ahogy meséltek róla, az jön le nekem, hogy itt ez egy olyan, és akkor most egy kicsit provokatív leszek, egy olyanféle újrajátszás, ahol a hitelességet már felülírja az, hogy funkcionális legyen, hogy megfelelő legyen az eszköz. Részben igazad van, és részben nem. Ez azért, először is azért van igazad, mert valóban valamennyire változtat, de már csak azért is, mert a szabályok miatt is változtatnunk kell, vagy amiatt, hogy egyszerűen nincs sokszor megfelelő mennyiségű információnk adott vértekről, vagy adott tárgyakról. Ugyanakkor én járok hagyományőrző rendezvényekre is, ahol nem búrtal foglalkoznak, hanem más történelmi újrajátszással és hadijátékkal, és ugyanilyen problémák merülnek fel. Erre viszont kitalált maga a HMB szövetsége, egy nagyon-nagyon jó szervezetet, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Az autentikussági bizottság, hogyha lefordítjuk magyarra, azzal foglalkozik, hogy minél korhűbb páncéldarabokat készítsünk el a sportvértünkhöz. Ezek nagyon komoly tudományos munkák mentén határozzák meg ezeket, tehát nem csak fognak egy darab vértet, és aszerint követelik meg az összes következő vértet, ami bejöhet a tornákra, hanem tényleg egyesítik az ábrázolásokat leletekkel, leírásokkal, és aszerint határozzák meg, hogy mi az, amit lehet viselni egy tornán, és mi az, amit nem. Erre egyébként nagyon nagy szükség van, és ezt például egyébként nem látom más, amúgy az autentikusságot jobban propagáló rendezvényen, vagy csoportnál, vagy egyesületnél. Szóval ti újra játszotok középkori lovagi tornákat, de már sportként tekintetek rá, és ezáltal nem a hitelesség a fő vagy az egyetlen szempont, ha jól értem. Ez ugye azért egy érdekes kérdés, mert ez szinte versenyzőnként megoszlik. Tehát van, aki úgy áll hozzá, hogy ő összerak egy teljesen autentikus felszerelést, és abba csinálja ezt. És ez direkt úgy rakja össze, hogy egy olyan korszakot vagy karaktert választ, amivel ez a sport teljesen biztosan csinálható. Vannak olyanok, akiket egyáltalán nem érdekel semmilyen szinten sem a hagyományőrzés, őket semmi más nem érdekli, csak maga a sport része a buhúrnak. És vannak általában legtöbben ezek az emberek, akik a kettő között az átmenet. Viszont szerintem ez azért egy tök fontos dolog, mert itt nagyon jól elkülönül az, hogy lehet valakinek ez úgy is fontos, vagy úgy is akarat foglalkozni magával a hagyományőrzéssel, hogy nem az a célja, hogy valamit tűpontosan visszaadjon vagy rekonstruáljon, hanem sokkal inkább egy ilyen hátsó vonalat mutat be, vagy nem is az, hogy mutat be, hanem próbál átélni. Tehát úgy készül föl, úgy foglalkozik vele, mint tényleg valaki, aki a fegyveres harccal akar valamit elérni. Tehát mivel jobb valaki, akinek mondjuk teljesen autentikus a ruhája, de mondjuk semmit nem tud kezdeni a karddal az oldalán, az mitől jobb annál, mint akinek mondjuk lehet, hogy a kesztyűje nem pont úgy néz ki, mint egy autentikus kesztyű, vagy a sisakja egy kicsivel másabb, mint egy korhű sisak, de viszont simán hozza ugyanazt a mozgás kultúrát, amit egy korabeli lovak hozott. Tehát ez a kettő, ezt miért kell állandóan összeütköztetni egymással? Na és igen, ebben segíti magát ezt az egész búrt közösséget, vagy kifejezetten a HMB-t, az Authenticity Committee, amit ma autentikussági bizottságnak is hívhatunk, ami évről évre újabb és újabb, nem csak tanulmányokat publikál, hanem aszerint is követeli meg a versenyzőknek a felszerelését, és ez most már olyan magas szinten van, meg annyira pontos a lehetőségekhez mérten, hogy szerintem elértük azt magában a HMB közösségben, hogy komolyabb elvárásoknak kell megfelelni, mint például mondjuk egy jó példa erre, a Volini Viking Fesztivál, ami már nagyon régi, és elsősorban nem csak hadijátékkal foglalkozik, hanem mellette történelmi rekonstruálással is,
komolyabb szabályoknak kell már megfelelni, itt pedig ez egy sportrendezvény, mint ott, ami egy alapvetően hagyományőrző haditorna és rekonstrukciós tábor rendezvény. Igen, tehát azért nem sok rendezvényről mondható el, hogy úgy indul neki az évnek, hogy mondjuk publikál 5-6 különböző dokumentációt, hogy miknek kell megfelelni a sisakoknak, a karvérteknek, a fegyvereknek, és úgy megy neki magának a fő rendezvénynek is, hogy minden egyes résztvevőtől konkrétan bekéri a portfóliót, és megnézi, hogy megfelel a szabályoknak. Tehát én csak egy-két ilyen rendezvényről hallottam eddig, nálunk pedig a legtöbb komoly verseny az ilyen. Az, hogy ezt teljes páncélban játsszátok, ha lehet ezzel a szóval élni, vagy teljes páncélban sportoltok, vagy bukutoztok. Inkább így, igen. Az, mind a kettő jó. Jó, az azt is jelenti számomra, hogyha mondjuk érdekel és el szeretném kezdeni, akkor az az első, hogy legyen egy teljes értem. Ezt jól gondolom? Én azt mondanám, hogy nem. Nem kell egyáltalán hozzá egy teljes vért, hogy az egészet valahol elkezd, hiszen magának az egész fegyveres harcnak, vagy magának a búrtnak is van egy alapja, amit szépen fel kell építeni, és ahhoz nem kell páncél. Nagyon-nagyon sok vívókódexet használunk mi is tanulmányozásra, amihez nem kell különösebben komolyabb felszerelés, ezt a hemások csinálják még, ez a Historical European Martial Arts, ami leginkább a modern olimpiai vívásra hasonlít, mivel a védőfelszerelések ugyanolyan modernek, de az eszközök viszont nem. Ennyit most csak a hemáról. Tehát nem kell komolyabb felszerelés hozzá, illetve van a búrtnak is egy gyakorló verziója, ez a soft weapon category, ami kifejezetten ilyen párnázott ütőfegyverekkel és modern protektorral gyakorolnak, illetve edzenek. Igen, és ugye az edzések is így épülnek fel, tehát valaki lejön egy edzésre, akkor be tud úgy csatlakozni, hogy semmivel se rendelkezik. Tehát magát azt mondjuk megtanuljon az ember jól vágni, vagy megtanuljon egy alap lábmunkát, vagy megtanuljon különböző alap földreviteleket, ahhoz nem kell felszerelés. Tehát azt egyszer bottal a kézbe is, most nagyon sarkítok, meg lehet tanulni, és pontosan így is épül föl, hogy mire valaki oda eljut, hogy tényleg komolyan veszi, és akarja ezt csinálni, és eldönti, hogy ő most elkezd összeszedni egy ilyen felszerelést. Ugye ez sem megy egyik pillanatra a másikra, ezek méretre készülnek, személyre szabott páncélok, ezt nem lehet csak úgy leakasztani a polcról, mint egy öltönyt. Ennek is ugye van egy időtartama, amíg ez elkészül. Az alatt tovább lehet elmélyedni a különböző technikák elsajátításába, és mire oda jut valaki, hogy át tudja venni a teljes felszerelését, akkor ha minden jól ment, akkor áll már mögött egy olyan tudás, hogy utána egyből is tud kezdeni versenyezni. Megmaradva annál a gondolatnál, hogy feltételezzük, hogy van vagy vannak, akiket ez érdekel és szívesen csatlakoznának. Mennyien vagytok Magyarországon, vagy hogy lehet titeket elérni, nem csak mint egyesületet, hanem mint Magyar Buhurt Szövetség, vagy mint magyarországi buhurtosok? Több, hát most inkább három nagy részre lehet itt szétszedni így a Magyar Buhurt közösséget. Van itt ugye ez a Pest megyei vonzáskörzet, van az alföldi, illetve ugye Kelet-Magyarország. Ez három nagyobb régió, és ezeken a régiókon belül több kicsi klub van, de ezek együtt működnek. Tehát ha valaki mondjuk csatlakozni szeretne, vagy el akarja kezdeni ezt a sportot, akkor ez nem egy olyan átlag dolog, hogy minden nagyobb városban van klub, meg minden nagyobb városban van edzés. Tehát a legegyszerűbb, hogyha a Magyar Buhurt Szövetséget keresi meg, ezt Facebookon mondjuk a legegyszerűbb, és hogyha oda ír, vagy ott megkeres minket, akkor mi el tudjuk irányítani, mi hozzá a legközelebbi központtal el tud kezdeni mondjuk edzeni. De mivel így is vannak olyan pontjai az országnak, ami egyáltalán nincs lefedve, ha nem versenyszezon van, akkor mi például itt a Lupusszal Budapesten minden hónapban tartunk egy közös edzést, ami teljesen szabadon látogatható. Tehát, hogyha valaki úgy akarja elkezdeni ezt az egészet, hogy az ország másik pontjánéről nincs pont senki, és direktbe ennek a sportnak a csoportos része érdekli, tehát nem ilyen egy-egy vívó szeretne lenni, akkor oda eljöhet. Ugyanúgy be tudjuk azt vállalni, hogyha valaki vállalja azt, hogy mondjuk egy saját edzést akar elindítani helybe, mert tényleg nincs senki más, de mondjuk vannak 3-4 érdeklődők. Le tudunk menni, tudunk ebbe segíteni, tudunk ott egy-két edzést tartani, meg tudjuk mutatni a felszerelést. Tehát alapvetően 3-4 ilyen központ van, ahol mennek az edzések, és emellé lehet betársulni.
Azt, hogy mennyien vagyunk, hát én egy olyan 50 fő körülre tenném a sportolók számát itthon, de abban már benne vannak azok is, akik mondjuk még nem rendelkeznek páncéllal, csak gyakorolják ezt a sportot. Ami a jó ebben az egészben, illetve ebben a magában a közösségben is, hogy igazából határokon túl is ível, hiszen most már van olyan tagunk is, aki például nem is Budapesten lakik, hanem felvidéki magyar. Így van. Vannak magyarul beszélő játékosok a román csapatban is, éppen ezért van egy kapcsolatban is. Vagy a szerb csapatban is van, igen. Továbbá vannak olyan nemzetközi versenyeink is most már pár éve, ahova Miss KB egy ilyen mozdás körzetként is dolgozik, hiszen ilyen kis közép-európai regionális verseny, hiszen mindenkihez közel állunk igazából itt Magyarországon, és a környező szomszédos országokból itt meg tudnak jelenni, és egy tök jó rendezvény, mert tényleg itt van mindenki például. Ilyen a Visegrád, vagy az Inkei Gáspár. Ez azért jó, mert tényleg az összes határhoz közeli sportoló meg tud jelenni, de mivel most már egyre egy ismertebbek és egyre nagyobbak ezek a versenyek, már távolabbról is jönnek, jelentkeztek már Oroszországból is egyébként, most pont a koronavírus miatt sajnos nem kivitelezhető, de a világbajnok csapat jött volna. Igen, de hogyha most ez nem lenne, vagy majd jövőre, már ezt is el fogjuk tudni érni. Úgyhogy igazából nagyon jó helyen vagyunk is a lokális szempontból itt Magyarországon. Szerintem számban se vagyunk kevesen. Igen. Azon kívül, hogy tanulmányozzátok ezeket a forrásokat, és próbáljátok a saját eszközeiteket fejleszteni, edzetek meg versenyre jártok, ezen kívül néha más feladat elfoglaltság is akad, és így kapcsolódtok a digitális legendáriumhoz is. Ádi, úgy tudom, hogy te voltál az egyik, aki a Forus Lupusból, az egyik egyesületből jött és besegített az egyik projektbe. Mi volt itt a feladat? Igen, a Forus Lupusból én voltam az egyik. Ugye ez egy motion capture felvétel volt, ami szinte majdnem egy egész napot kitett. Ez egyébként egy hihetetlen élmény volt számomra, mert én már nagyon sok ilyet néztem, hogy készülnek filmekben, hogy ilyen speciális effektel, teljes ork viseletek, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon élveztem, hogy ugye egy ilyen teljes szenzorcsontváz volt rám építve, amit hamarosan, ha jól tudom, videón is közé fogtok majd tenni, úgyhogy igazából látható is lesz, hogy mi volt ez pontosan. Akad ilyen megkeresések is, vagy vannak olyan feladatok, amikor titeket kérnek föl, szakértelmetek miatt, meg azért, mert nektek vannak az eszközeitek ehhez? Így van. Például a History csatornának volt egy konkrétan Búrtról szóló műsora. Ez magyarban MMA páncélban lett, és például a hazai promózásához lettünk fölkérve, sajtó bemutatóra voltunk meghívott, kellett kicsit egyrészt beszélni is magáról a sportról, meg be is mutatni, és hát ez a kapcsolat ez megmaradt, és például a legutóbbi lengyel dokumentumfilm, ami ment a Historin, a Szabja fiai, ott is minket kértek fel, hogy egy picit beszéljünk a fegyverekről, a szabjákról, mutassuk be őket, és ott is készült pár fotó. Tehát ilyen sportrendezvényeken is szoktunk lenni, kaptunk már fölkérést mondjuk egy Thai box gáláról, hogy tök jó lenne, az előmeccsek között, ami mondjuk egy páncélos meccs, ami így földobná. Voltunk tag gálán szintén ugyanígy bemutatni a sportot. Meg utána szambó gálán voltunk, vagy szambó, bocsánat, versenyen. Így van, szambó versenyen. De például vannak olyan vívóink, akik mondjuk rendszeresen statiszták különböző sorozatokba. Tehát igen. Szoktunk megkereséseket kapni, és jól jön az, hogy mi nem csak távolról szemléljük ezt a fegyveres dolgot, mi nem csak gyakoroljuk ezeket a mozdulatokat, hanem tehát a kivitelezését is be tudjuk mutatni, hiszen van hozzá egyrészt felszerelésünk, másrészt ezt rendszeresen csináljuk. Tehát szerintem nagyon nagy különbség van a között, amikor valaki csak gyakorol vágásokat, vagy mondjuk azt tényleg meg szokta csinálni egy másik mozgó emberen. És szerintem mi ebben elég jók vagyunk. Ez egyébként vonza is az embereket. Sokszor van az, hogy új jelentkezők hasonló ilyen bemutatókon vagy rendezvényen keresnek meg minket, és jönnek majd el későbbi versenyeinkre, meg edzéseinkre.
Ez érdekes, mert ezt külföldi csapatoktól is visszahallom, hogy nagyon sokan úgy kezdték, hogy nem tudták, hogy létezik ilyen sport, mással foglalkoztak, gyakran valami harcművészettel, keleti harcművészettel, vagy esetleg valami extrémebb sporttal, például rögbivel, és aztán találták meg ezt a burtot, és akkor jöttek rá, hogy ez igazából ez az, amit mindig is akartak gyerekkorukban csinálni. Nekem mindenképpen az. Ez azért elég sok, és amennyire tudom, ez nem profi sport abban az értelemben, hogy hobbiból csináljátok. Össze lehet ezt egyeztetni? És van törekvés arra, hogy ez egyszer majd valamikor a távoli jövőben, vagy akár nem is távoli jövőben profi sporttá válhasson? Igen, erre vannak nemzetközi példák. Tehát Ukrajnában ott sikerült már azt elfogadtatni, hogy ez ténylegesen bekerült náluk a jegyzékbe, mint sport. Ott ez már nem... Tehát ez, hogy mondjam, ilyen nagyon egyszerű példával, ott ez ugyanolyan, mint ha valaki elmenne focizni. Most ugye ez tényleg azt kellett, hogy náluk van rengeteg-rengeteg vívó, meg nagyon jó eredményeik vannak. Nálunk szerintem ez egy hosszú távú cél, hogy hivatalos sport legyen. Emiatt próbálkozunk is különböző fórumokon ezt valahogy elérni, meg például mi is nem hagyományőrző egyesületként vagyunk bejegyezve, hanem sportegyesületként, tehát próbálunk erre a vonalra elfeküdni, viszont ugye ez az kell, hogy legyen egy bázis. Tehát sokkal több tag kéne hozzá, sokkal elterjedtebbnek kéne lenni ahhoz, hogy azt tudják mondani erre, hogy ez a sport. És pont ha már a Szambót említette meg Ádám, ugye egy Szambó gálán voltunk, ugye ők is ezt az utat járták be, először jó versenyzők kellettek, sok versenyző, sok verseny, külföldről is hoztak versenyzőket, tehát föl kellett építeni azt, hogy azt tudják mondani, hogy igen, ezt fölvesszük, ugyanolyan sportként fogjuk kezelni, mint a boxot vagy a birkózást. Tehát mi is itt tartunk, vagy hát, hogy szeretnénk már itt tartani majd, hogy ránk is azt tudják mondani, hogy na igen, ez egy komoly dolog, látjuk, hogy szabályok szerint zajlik, látjuk benne a sportértéket, látjuk a sportolókat, akkor mondjuk azt, hogy ez egy hivatalos sport. Említettétek az ukránokat, hogy ott már hivatalos sport, meg az oroszokat. Ez mint sport keletről jön? Ebből a térségből jön? Hogyan élet ez újra? Mert gondolom, hogy nem, vagy nem tudom, hogy volt-e kontinuitás teljesen. Ugye még a legelején említettük, hogy a maga a szó etimológiájára is, meg amúgy is a nyugati logikai kultúrával együtt járt a torna, de valóban Kelet-Európában élesztették újra magát ez, de ez eredetileg ugye az egyik legeurópai, legnyugatibb játék vagy sport. Valóban az 1990-es éveknek körülbelül az elején kezdték el újra orosz, fehér orosz nyelvterületen ezt az egészet, aztán szépen lassan valóban keletről, most már egészen Japánig jutott el Amerikán át. És gyakorlatilag már majdnem minden kontinensről, és már lassan-lassan majdnem minden országból is lesznek már sportolók. Dél-Afrikától keresztül, Chile, Japán, Kína, Mongólia, Kazaksztán, az összes európai ország, Törökország, tehát most már közel-keletről is, izraeli nemzeti válogatott is van, hihetetlenül sokféle ember jön már és csatlakozik ez az egészhez. Tavaly volt a 10. világbajnokság, amit rendeztek, és de tényleg az, hogy 10 év alatt eljutottunk idáig, amit most az Ádám mondott, hogy a világ összes tájáról, például a legelső világbajnokságon oroszok, ukránok, lengyelek és fehér oroszok voltak. Tehát nagyon erősen keletről jön, nagyon erősen abból az irányból, ahol ezt a hagyományőrzést, a fegyveres részét csinálták komolyabban. Tehát ezt el is mondták az orosz harcosok, hogy az egész úgy indult, hogy ott voltak páncélban, és ki akarták próbálni, hogy mit bír. Aztán egyre többen ki akarták próbálni, akkor elkezdtek ezen dolgozni, és innen jutottunk el oda, hogy ma már ez nem egy ilyen keleti dolog, hanem egy világszintű, és tényleg bele lehet futni abba, hogy az ember valahogy nyaral, és összetalálkozik valakivel, mondjuk előbb még Szerbiába verekedett páncélba. Tehát, hogy ez ma már tényleg, ha még magyar szinten annyira nem is, de így világszinten ez már egy egész komoly sporttevékenység. Azt mondtátok, hogy viszonylag könnyű belépni, meg tényleg látom, hogy az egész világon elterjedt.
de ez felnőtt férfiaknak szól csak, vagy nők is csatlakozhatnak, illetve gyerekekkel foglalkoztok-e? Ezt én mondom. De, vannak, igen, van külön női kategória is, pár éve indítottak újra csoportos nőit is, és 1v1-et is. Sokkal kisebb száma van, még itthon egy kezemen meg tudom számolni, hány páncélos nő van. De igen, van már itt is egyre több, nem csak a világbajnokságon, hanem már egyre több versenyen is indulhatnak, külön női kategóriában, tehát ugyanúgy külön vannak véve, mint bármelyik másik sportban. Gyerekeknek is van már junior bajnokság, de nem páncélban, hanem amit még körülbelül az adás közepén említettem, párnázott ütőfegyverrel, softsworddal, igen, egyébként pont balti országban. Oroszországban már külön van junior edzés is, és rengeteg fiatal jár ott, nevelik ki az új generációt. Van-e még valami, amit fontosnak tartotok elmondani, vagy ami még így üzenetként megfogalmazódik a végére? Mint volt hagyományőrző, és most jelenlegi 1v1 búrtos, tudom ezt a sportot ajánlani olyanoknak is, nem csak arra, hogy elkezdjék, hanem egyszerűen csak nézni is, akár filmeken, vagyis videókon, YouTube-on, vagy bárhol a Facebookon, akiket valamennyire érdekel maga az európai lovagi kultúrkör, vagy harcászat, vagy esetleg csak a történelemnek a nagy szerelmese. Nagyon-nagyon sokan néznek minket olyanok is, akik például nem feltétlenül szeretnék ezt csinálni, de egy hihetetlen jó élmény. Nagyon sokan nézünk ugye különböző sportot, amit már csak a látvány miatt is. Szerintem a búrt erre tökéletesen jó, tényleg egy szórakoztató sport is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg bemutattátok a búrtot, és egy kicsit el tudtunk mélyedni abban, hogy mi is ez a sport, honnan jön és merre tart. És kedves hallgató, neked megköszönöm, hogy végighallgattad. A digitális legendáriumot megtalálod a Facebookon, illetve a YouTube-on, és szeretettel várunk a következő adásba is. Erről pedig mondd el a véleményedet, írj kommentet, keresd meg Ádámékat, és további szép napot kívánok nektek, megköszönöm, hogy itt voltatok. Szervusztok! Köszönjük szépen! Sziasztok!